Lassan 20 éve működik Kalocsán a KEF, azaz a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. Bolvári Ferdinánd a fórum elnöke stúdiónkban járt és beszámolt feladataikról, terveikről, és egy nemrégiben elnyert pályázattal kapcsolatban is örömteli hírekkel szolgálhatott. Ezeknek a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumoknak az a feladata, hogy a kormányok által leképzett drogstratégiát, amelyet meghatároznak magas szinten, helyi szinteken érvényesíteni tudják, a helyi viszonyokra szabják. Mert ugye lehet valamit kigondolni Budapesten, de nem biztos, hogy ez mindenütt úgy érvényes, ahogy azt gondolták. Nagyon okosan elképzelték azt, hogy helyi szinteken civilekből, szakemberekből ilyen fórumokat hoznak létre, melyek finanszírozását megoldják, hogyha pályáznak rá, és találjanak ki ezek a fórumok helyi szinteken olyan dolgokat, amelyeket úgy gondolják, hogy azok ott az adott településen működhetnek. Így működik Kalocsán is a KEF, melyben önkéntes alapon vesznek részt a tagok, különböző szakmák képviselői, akik az önkormányzat égisze alatt évről évre igyekeznek kidolgozni egy stratégiát, mely hatékony ellenszere lehet annak, hogy a kábítószer fokozottan terjedjen városunkban. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Kalocsán tavalyi évben is pályázott. Tavalyi évben valamiért a pályázatunk nem értékelték úgy, hogy támogatható legyen. Az idei évben azt gondoltuk, ez így nem mehet tovább, összeültünk és megpróbáltunk valami ütőset létrehozni. És ugye ez a legfrissebb hírek szerint sikerült is, mert maximális összeggel támogatta az irányító hatóság a pályázatunkat. A cél most az, hogy a Bács-Kiskun megyében működő fórumok egy közös ponton összeérjenek és összedolgozzanak. Azt találtuk ki, hogy szervezzünk Kalocsán egy mini konferenciát. Meghívjuk ide a közelünkben lévő kábítószerügyi egyeztető fórumokat, azoknak a vezetőit, 4-5 főben gondolkodva, és kicseréljük a gondolatainkat, tapasztalatainkat. Első körön gondoltunk mindjárt arra, hogy Baján, Kiskunhalason, Kecskeméten, és Kalocsán, ugye itt már akkor ott tartunk, hogy 4, és mivel ez egy érdekes eleme volt a pályázatunknak, egy jövőbe mutató eleme, mivel szó van arról, hogy Kalocsa és Paks között egy híd fog épülni, teljesen megváltozik a földrajzi, közlekedési helyzet ezen a környéken. Gondolnak itt arra, hogy a híd létrejöttével az áruk szabadabb mozgása is megtörténik, így a Szekszárdi és Paksi KEF is csatlakozhat. A vidék fórumaival a kapcsolatfelvétel azóta már folyamatban van. Április közepe vége között határoztuk meg, hogy jó lenne a konferencia időpontjának. Beszéltünk arról, hogy kiket szeretnénk, milyen országosan elismert szakembereket szeretnénk itt látni és hallani, akikről már esetleg tudunk valamit, hallottuk már előadni valahol, és azt gondoltuk, hogy másoknak is ez jó lenne. Meghatároztuk az ő körüket, most az időpont és az előadók függvényében elkezdjük szűkíteni. Tehát megkeressük azokat, akiket a legjobb, akit mindenképpen azt szeretnénk, hogy itt legyen. Ők ebben a megjelölt 2 hétben mondanak dátumokat, és így elkezdjük szűkíteni az időpontot. Amennyiben ezek a kábítószerügyi egyeztető fórumok megfogják egymás kezét, és közösen dolgoznak a helyi problémák megoldásain, garantálható lesz a siker.